Előadásokkal, bemutatókkal tartották a 16. sürgősségi napokat Pécsen. A mai világunkban egyre több a veszély körülöttünk. Ez a mentősök, tűzoltók és az egyéb segítő szakmák értékét, fontosságát is megnövelte, mondta az egyetem rektor helyettese. Ez egy összetett kérdés, és ahogy a mai előadásokból is láttuk és hallottuk, a különleges jogrend keretei között a védelmi igazgatás rendszerének az átszervezése is meg fog történni. Ez részben reagál a környezetünkben zajló különböző háborús helyzetekre, cselekményekre, részben pedig megerősíti azt, hogy mit jelent egy egészségügyi válsághelyzet, vagy egyébként egy járványügyi készültség a mindennapokban is. Az első nap az előadásoké volt a pécsi helyszínen. A második napon a gyakorlati együttműködés, a feladatellátás gyakorlása volt terítéken. A konferenciának a második napján egy szimulációs központ bemutatóra kerül a sor, ahol megismerkedhetnek a résztvevők olyan újabb eszközökkel, amelyek a gyakorlati készségeik fejlesztésére jól szolgálnak, illetve egy kerekasztal beszélgetés zárja a rendezvényt arra a témára kihegyezve, hogy a mentőtiszteknek, illetve a kiterjesztett hatáskörű a jövőben milyen fajta új szerepet szánnak az egészségügyi ellátórendszerben. A rendezvény pénteken kezdődött. A gyakorlati mentési bemutatót pedig a zárónapon, szombaton tartják meg a Baranyai megyeszékhelyen.